Részeg szemüveg, az ittas közlekedés veszélyeire figyelmeztet a Baleset Megelőzési Bizottság. Nyulat húsvétra, a kisállatok tartása is nagy felelősséggel jár. Időutazó Békés Csabán, a megyeszékhelyre látogatott a világhírű Ötvös Cirkusz. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják, Zsíros András vagyok. Részegséget szimuláló szemüveget próbálhattak ki az érdeklődők a Békés megyei Balesetmegelőzési Bizottság programján. A szervezet húsvét közeletével a megye több városában, így Békés Csabán is az ittas közlekedés veszélyeire hívja fel a figyelmet. Józanul is ittasnak érezhette magát ez a fiatalember, akinek láthatóan gondot okozott végig sétálni a részeg szemüvegben a két bólyás sor között. A részvevőknek emellett egy radírt kellett belejteni egy pohárba, és egy kirakós játékot megoldani. Poharas feladata volt olyan, gondolom, hogy tényleg volt, mint a két vagy három pohárba kéne belecélozni, és akkor na, melyikbe találjunk bele. Úgyhogy egész jó feladat, meg legalább megtanulja az ember, hogy ittasan mégsem szabad járkálni az utcán. A program résztvevői megtapasztalhatták, hogyan reagálnak egy-egy vészhelyzetre, ha alkoholt fogyasztottak. A szemüveggel biztonságban felfedezheti mindenki, mit vesz észre az ittas közlekedő a körülötte lévő forgalomból. A bólyasorból nem sok mindent láttam, azért is rúgtam fel egyet, illetve a pohárból kettőt láttam, és azt is homályosan, tehát nagyon furcsa érzés volt. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nem történik több személyi sérüléssel járó közlekedési baleset a két ünnepnapon, mint az év más időszakában. Azonban a közúti ellenőrzést végző rendőrjárőrök mindig találkoznak olyanokkal, akik úgy vezetnek, hogy előtte felöntöttek a garatra, vagy igen részegen, gyalogosan sodorják veszélybe magukat. Éppen ezért a rendőrség a megelőzést helyezi előtérbe. Húsvét közelettével minden évben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy balesetmegelőzési rendezvényeket szervezzünk, és felhívjuk a figyelmet az ittasan történő közlekedés veszélyeire. Hogy miért lényeges ez? Nos, Magyarországon a személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának alakulásakor az is látszik az elemzésekből, hogy a balesetek mintegy 10%-a vezethető vissza valamilyen módon az ittasságra. A Békés megyei rendőrfőkapitányság rendőrei nem tartanak fokozott ellenőrzést az ünnepek előtt és alatt, de folyamatosan vizsgálják a járművezetőket. A legutóbbi testületi ülés jó részt a technikai döntésekről, néhány esetben pedig a személyeskedésről szólt, mondta Miklós Attila az MSZP közgyűlés utáni sajtótájékoztatóján. A döntések közül a szocialisták a pályázatokról, a sportkoncepcióról fogalmazták meg véleményüket. Több terület és település fejlesztési operatív program pályázatának benyújtásáról esett szó a csütörtöki közgyűlésen. Ezektől az oktatási és egészségügyi intézmények fejlesztését, a zöld felületek rehabilitációját várják az MSZP önkormányzati képviselői. Miklós Attila ugyanakkor az öveges programról is kérdezett a közgyűlésen, az országos szintű pályázatban több szabálytalanságot talált a támogató. Békés Csabát például 47 milliós visszafizetési kötelezettség terheli. Kértem a területért felelős alpolgármestert, hogy minél előbb számoljon be arról, hogy hogy zajlott le ez a pályázat. Kik nyújtottak be a pályázatot, ki volt az, aki lebonyolította a pályázatot, milyen műszaki tartalommal valósult meg ez a pályázat, kik voltak a kivitelezők, kik voltak a közbeszerzésen résztvevők, azért, hogy tisztán tudjunk látni ebben az ügyben is. Fülöp Csaba a 2020-ig érvényes sportkoncepciónál pozitívumként emelte ki, hogy a sportegyesületek javaslatainak mintegy 80%-a épült be a tervezetbe. Ugyanakkor a város kiemelten kezeli a sportot, és nem feledkezik meg a diák és szabadidősportról, illetve a fejlesztésekről sem. Olyan koncepcióra van szükség, amely ezt az 5 évet tényleg részleteiben felöleli, meghatároz azokat a célokat, amelyeket várunk Békés Csaba sportéletétől minden területen, meghatározzuk azokat az eszközöket, amelyek ahhoz kellenek, hogy ezeket a célokat el tudjuk érni. Én azt gondolom, hogy kerekegészként így lehet kezelni majd ezt a koncepciót. Amit mi hiányoltunk belőle az, hogy nincsen egy olyan átfogó helyzetelemzés, amely ugye főként a kiemelt egyesületeket mutatja be. A szocialisták megjegyezték, hogy április 1-től összevonják a Csabai és a Gyulai kórházat. A következő közgyűlésre tájékoztatást kértek arról, hogy az egyes osztályok hol működnek tovább, illetve arról, hogy az üres orvosi és ápolói álláshelyeket hogyan kívánják betölteni. A Jobbik közgyűlés utáni tájékoztatóján Koci Hatünde 3 fontos döntéssel kapcsolatban fejtette ki álláspontját.
A képviselő a terület és település fejlesztési operatív programos pályázatokról, valamint a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT vezetőjének prémiumáról beszélt. Az elmúlt évekhez hasonlóan a prémium feladatok elvégzésért kap jutalmat a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT munkaszervezet vezetője. Az előterjesztést elfogadta a közgyűlés. Az ügyben tartózkodó Kociha Tünde felidézte, hogy a legutóbbi törzsház szintű beszámolóban például a vásárcsarnok és a piac üzemeltetése nullás mérleget hozott. Szerinte éppen ezért feltételekhez kéne kötni a jutalom kiosztását. Nem véletlenül harcoltunk annyit, hogy visszakerüljön a piac. Mi ebből hasznot vártunk. Folyamatosan arról volt szó, hogy ez gazdaságilag nagyon megéri a városnak, hogyha visszakerül. Ehhez képest most azzal kell szembesülnünk, hogy mióta mi üzemeltetjük, azóta nem hoz hasznot. A közgyűlésen nagy szerepet kaptak a közeljövő fejlesztései is. A Jobbik képviselője két pályázatot emelt ki. Az egyik a Jaminai Egészségházat érintő 350 millió forintos beruházás, a másik pedig a helyi foglalkoztatást segítő 1,1 milliárd forintos program volt. Én nem mondom, hogy nem fontos a felzárkóztatás, illetve a munkaerőfejlesztés. Pont a mi régiónkban nagyon fontos, hiszen a legnagyobb az elvándorlás erről a megyénkből az országban. Nagyon sok a munkanélküli, a felzárkóztatásra váró, viszont irreálisan nagynak tartom a különbséget az egészségügyi terület fejlesztése, illetve a társadalmi fejlesztések között. Amióta a Városfejlesztési Kft. Foglalkozik a pályázatokkal, azóta nincs rálátása a képviselőknek erre a területre, emelte ki a képviselő. Kociha Tünde ezt helytelen lépésnek tartja. Az LMP önkormányzati képviselője is értékelte a közgyűlésen történteket. Takács Péter többek között a Békés megyei kórházak összevonását, a belvárosi rész önkormányzat szerepét és a sportkoncepciót emelte ki. Napi rend előtti felszólalásában az LMP politikusa azt nehezményezte, hogy az előző közgyűlésen kész tények elé állították a képviselőket a Békés Csabai és a Gyulai Kórház összevonásával kapcsolatban. Takács Péter azt a választ kapta, hogy az áprilisi testületi ülésen a kórház főigazgatója tart majd tájékoztatót a tervekről. Az önkormányzati képviselő pozitívan fogadta azt, hogy létrejött a belvárosi település részi önkormányzat, amely a politikus reményei szerint a Lencsésin folyó aktív munkát követi majd. Talán jó példát mutattunk a többiek számára, arra való tekintettel, hogy kezdettől fogva a felfogás az részönkormányzaton belül az volt, hogy nem azt kerestük, hogy hogy lehet politikailag betartani a másiknak, úgy a képviselők, mint a külső bizottságok tagok szempontjából, hanem arra koncentráltunk, hogy a lencsési működő intézményeket hogy lehet minél jobb helyzetbe hozni, illetve hogy lehet minél nagyobb prioritást biztosítani a lencsési lakótelep, illetve környezete fejlesztéseinek. A sportkoncepció előkészítésekor bevonták az érintett egyesületeket, amelyet kiemelten fontosnak tart az LMP képviselője. Takács Péter hangsúlyozta, a koncepció visszahozza a korábban már jól alkalmazott rendszert. Eredményességet figyelembe veszi a finanszírozás szempontjából, összességében pedig azt gondolom, hogy ez a koncepció, ha nem is ideálisan, de biztosítja azokat a feltételeket, amelyek mentén legjobb reményeim szerint az élsportunk is jól fog működni a továbbiakban, illetve a diák és szabadidős sportunk is. Az LMP választási kampányában korábban is kiemelt szerepet kapott a Jaminai Egészségház fejlesztése. Takács Péter örömmel fogadta, hogy az önkormányzat most 350 millió forintot nyerhet el erre a célra. A kisnemesi otthonok 15. országos találkozóját most is a Munkácsi Emlékházban rendezték meg. A helyi békéscsabai értékek bemutatásán túl még egy új kiállítást is megnyitottak, másnap pedig túrázni indultak a résztvevők azért, hogy megismerjék a környék nevezetességeit. Az egy dédapám, az késekkel, meg a körülötte az asztal körül álló, késekkel aprított, és abból lett a kolbász. Ha már helyi értékek és hagyományápolás, akkor nem maradhatott ki az igazi friss csabai kolbász készítése, amit a Kolbászklub jóvoltában nézhettek meg az érdeklődők. Hát egyrészt az a cél vezetett bennünket, hogy az ide látogató szakemberek, akik egy konferencia résztvevői és aktív résztvevői most már hosszú évek óta,
megismerjék nem csak az ízét, hanem a technológiáját és annak a csabai kolbásznak, amit itt készítünk, gyártunk. A programok egész nap zajlottak. A kiállítás az emlékház mellett volt látható, a konferencia pedig odabent várta az országos találkozó látogatóit, akik Hajósról és Hatvanról érkeztek. Nemrégiben ezeken a helyeken újították fel a két kastélyt. Hogy nem csak a kisnemesi otthonokkal, hanem egyéb kastélyokkal, várakkal, tehát műemlékekkel foglalkozunk, nagyon lelkes előadókkal, és a második nap pedig a helyi értékeinket szeretjük megmutatni, és a megyében szervezett ki kirándulással töltjük az időt. A kétnapos konferencián építészek, muzeológusok és restaurátorok foglalták össze, hogyan újították fel, formálták át azt a két műemléképületet, amelyek Hajóson és Hatvanban találhatóak. A húsvéti időszakban sokan akarnak nyulat vásárolni a gyerekeiknek, unokáiknak. Azonban van, aki nem gondolja át azt, hogy a házi kedvencek tartása nagy felelősséggel jár. Nem mindegy, hogy mivel etetjük, hogyan tartjuk, gondozzuk, de ha mindent megfelelően végzünk, akkor hosszú évekre nálunk lehet egy szerethető házi kedvenc, mondják a szakemberek. Egy 6-7-es alom, 5-en vannak, a mamájuk éppen itt legel, meg a tesók is. Kis Brigitta nem csak tenyészti, versenyezteti is a kisállatokat. Számos külföldi megmérettetésen értek el kiváló eredményt kedvencei. A húsvéti időszakban nála is járnak vevők. Mindig előzetesen megkérdezem, hogy mi a szándék a nyuszival. Természetesen nagyon szívesen segítek, minden kérdésre válaszolok, és tanácsot is nagyon szívesen adok. Többnyire el szokták mondani, hogy gyerekeknek lesz, kedvencnek lesz, aminek nagyon örülök, mert ezek a nyuszik tényleg nagyon kedves, szelíd állatok. Hogyha nyúlvásárlást fontolgatunk, fontos tudni, hogy nem csak egy papírdoboz szükségeltetik számukra. A kiegészítőkön túl érdemes beszerezni egy körülbelül 1x1 méteres ketrecet, ezekre pedig 20-25 ezer forintot kell rászánnunk. A főedességét, a 80%-át a táplálékának a színre teszi ki, amit ugyanúgy az üzletünkben meg lehet kapni. Néha lehet neki kedveskedni zöldséggel, gyümölcsel, salátával, minden egyéb finomsággal, de ezt se kell azért igazából túlzásba vinni. Kivihetjük mondjuk a nyuszit az utcára, de azért azzal számolni kell, hogy állatorvoshoz is el kell vinni, és évente azért be kell oltatni. Találkoztunk olyan vásárlóval, akinek már régóta van otthon nyula. Mint mondta, a gondozás nem a legegyszerűbb, szerinte érdemes a szabadban tartani az állatokat. Hát kertesházban élünk, és akkor ott ugye az udvaron a lányom az ugye el tud vele játszani, ott kint rohangál, ott nincs vele probléma, nincs olyan probléma, hogy esetleg szagos lenne a nyuszi, mert nekünk nincs arra időnk, hogy kb. 2-3 naponta mindig kitakarítsuk a nyulacskát. A számokat tekintve a kedvencek havitartása 3000 forint körüli összeget ró a tulajdonosokra. Ha mérlegeltünk és úgy döntöttünk, élő, igazi húsvéti nyuszit akarunk, könnyen hozzájuthatunk, és hosszú éveken keresztül boldogíthat minket egy puha házi kedvenc. Az arisztokrata népviseletet is bevonták az ünnepi körbe, és keszkenőt hímezhettek a látogatók az almási kastélyban. A programon gyerekek és felnőttek is szívesen részt vettek. Keszkenőt. Nem könnyű kimondani ezt a szót, hiszen a 21. században már inkább zsebkendőként emlegetjük a keszkenőt. Ferenci Dóra Róza azonban hímzés közben mindent megtudott a kiegészítőről. Ahogyan ez is kiderült a foglalkozás előtt, hogyan öltöztek az arisztokraták a 19. században. A résztvevők megtudták például, hogy egy magára valamit is adó középosztálybeli hölgy délelőtt díszes ruhába korzózni indult, délben pedig átöltözött, hát ha vendég toppan be a házba. A gyermekek most hímzik ezeket a keszkenőket, amit esetleg a lányok ajándékba, zárokba is adhatnak majd szívük választottjának. Természetesen mindezekről a technikákról, illetve a 19. század kori szokásokról azért részleteket is megtudhatnak. A foglalkozás arra is jó alkalmat adott, hogy a család együtt hímezzen és fűzzön gyöngyöt a keszkenőre. Keszkenőt varrunk húsvét alkalmával, mivel ez népi hagyomány, hogy a locsolkodóknak, aki a legkedvesebb, vagy ismerőse, hogy annak majd oda fogja adni, ha elkészül. A gyulai almási kastélyban hétfőig minden nap programok várják az érdeklődőket. Zombaton kölni vizet készítenek, vasárnap bárányt és csirkét készítenek, hétfőre pedig tojásfestést ajánlanak a szervezők.
ismét Békés Csabán a világhírű Ötvös Cirkusz. A megújult társulat Magyarországon eddig nem látott műsorral készül a közönségnek. Az Időutazó című előadásban a hagyományos cirkuszi elemek mellett interaktív produkciókkal is készülnek a mutatványosok. Sokan voltak kíváncsiak az Ötvös Cirkusz legújabb előadására. Kígyóztak a sorok a pénztár előtt, nem véletlen ez a nagy érdeklődés, hiszen egy teljesen új produkcióval készült a társulat a csabaiaknak. Az Időutazó az, mint a nevéből adódóan arról szól, hogy utazunk az időben, különböző korokat elevenítünk meg, visszamegyünk a dínók korába, vagy elmegyünk a jövőbe, megnézzük, milyen a jövő cirkusza, repülőcsészeivel érkeznek az erőemelő akrobaták, vagy a római kori arénába a gladiátorok harcolnak az oroszlánokkal, vagy megnézzük Noé bárkáját, ahogy kiköt az Ararát hegyén, és sok állatokkal, állatok sokaságával. Ez az oroszlán a gladiátorokkal küzd majd a műsorban. A nagymacska mellett megfordul még a porondon póni, láma, teve, de a zebrák is különleges mutatvánnyal készülnek. Ugyanakkor minden műsor egy kicsit más. Minden műsor, minden egyes előadás különbözik, mindig más emberek ülnek ott, mindig más a reakció, ehhez mindig be kell magát állítsa az ember. Ez az izgalma ennek a foglalkozásnak, hivatásnak, mert foglalkozásnak nem nevezném, ami már lassan 24 éve még mindig engem személy szerint is elszórakoztat. Csapjunk a lovak közé, gyertek, kövessetek! Sokan voltak kíváncsiak a cirkuszi mutatványokra. A közel 2 órás előadáson kalandból sem volt hiány. Pompom Bohóc a dinoszauruszok földjétől, a tündérek világán át, a Tatooine bolygóig kísérte a közönséget. A gyerekek és felnőttek számára egyaránt érdekes produkció Békés Csabán egészen húsvét hétfőig látható. Szombati híradónkat látták, híreinket és műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon is. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!